6 gólos győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC NB1-es felnőtt csapata a Nyíregyháza ellen rendezett felkészülési találkozón. Kézilabdázóink vasárnap már tétmérkőzésen lépnek pályára, méghozzá hazánk legerősebb klubcsapata, a Telekom Veszprém ellen. Molnár Ferenc együttese a másodosztályú Szabolcsi Gárdával találkozott augusztus 12-én. Csapatunk már a negyedik felkészülési mérkőzését játszotta. Szepesiek ezt megelőzően győzelmet arattak a Békés, valamint a Ferencváros ellen, míg a Gyöngyös ellen döntetlent értek el. A meccs elején a Nyíregyháza játszott pontosabban, és az első 10 percben folyamatosan előnyben volt. Az MKC a játékrész derekán rövid időre átvette ugyan a vezetést, de 9-9 után Vasas vezérletével zsinórban 4 gólt lőttek a nyírségiek, így a 22. percben 13-9-es vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. Kézilabdázóink ebben a periódusban sok hibával játszottak, de a hajrában összekapták magukat. Kis találatával sikerült kiegyenlíteni a 28. percben, viszont az utolsó találatot a jól és eredményesen játszó Vasas szerezte, ennek köszönhetően egy gólos nyíregyházi vezetésnél pihenhettek a csapatok. A szabolcsiak 16-15-re vezettek félórányi játék után. Az MKC szünet után is lendületesen és bátran játszott, ezért néhány perc alatt megfordította az eredményt. Ezzel együtt csak a 38. percben sikerült meglépni először 2 góllal, ekkor 21-19 volt az állás. A vendégek a folytatásban is szívósan és fegyelmezetten játszottak, de nem tudták megfordítani a mérkőzést. Együttesünk jó ritmusban kézilabdázott, és egyre nagyobb fölényt harcolt ki, ez pedig a mérkőzés alakulásában is meglátszott, a 48. percben már 26-22-re vezettek a Molnár fiúk. Kézilabdázóink a záró 10 percben mindössze 3 találatot engedélyeztek a szabolcsiaknak, miközben az előnyt tovább tudták növelni, így összességében fölényes 6 gólos győzelmet arattak. A végeredmény Mezőkövesdi KC Nyíregyházi SN 31-25. Csapatunk legközelebb Gyöngyösön lép majd parketre edzőmeccsen. A találkozó augusztus 17-én szerdán 18 órakor kezdődik. Kéziseink vasárnap már tétmérkőzést fognak játszani Mezőkövesden, méghozzá hazánk egyik legerősebb csapatával, a Telekom Veszprémmel. A Bajnokok Ligája legutóbbi szezonjának ezüstérmese, a Bajnok és Magyar Kupa címvédő Bakonyiak elleni összecsapás augusztus 21-én vasárnap 18 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. A Mezőkövesdi KC hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a bajnoki összecsapásra csak a mérkőzés napján lehet jegyet vásárolni. A pénztár a találkozó előtt 2 órával 16 órakor nyit. A jövő évre szóló bérleteket a tervek szerint augusztus 22-én délutántól lehet majd megvásárolni a Városi Sportcsarnokban, a klub irodájában. Bővebb tájékoztatást a jegyekkel és bérletekkel kapcsolatban a klub honlapján a mezőkövesdikc.hu oldalon olvashatnak.